Sziasztok! A következő perceben Ovidiusról lesz szó. Ő már a római irodalom aranykorának a végén alkotott, sőt, vannak a értelmezések, amelyek szerint ő már inkább átmenet az ezüstkor, vagyis a hanyatló római birodalomnak az irodalma felé. De nézzük ki is volt ez a költő, akinek a teljes neve egyébként az volt, hogy Publius Ovidius Názó. Ő egy előkelő családból származott, tehát a római elit körébe tartozott nagyon jó iskolákban tanult, nagyon sokat utazott, volt neki egyébként egy öccse is, is, és ők ketten tulajdonképpen az aranyi fiak életét élték Rómában, tehát tényleg a felsőbb körökhez tartozott. És az apjának az volt a terve vele kapcsolatban, hogy egy római hivatalnokot csinál belőle, és egy darabig vállalt is római, dolgozott is római hivatalokban, nyilván magas pozícióban Vergilius, például a pénzverésért felelős hivatalnok is volt, de aztán magával rántotta az irodalom, elkezdett költészettel foglalkozni, és egy idő után már tulajdonképpen csak ezzel foglalkozott, tehát az irodalomnak szentelte az életét. Ezt meg is tehette, mert nagyon gyorsan népszerű lett, és tulajdonképpen egyfajta ilyen sztár szerző volt a római birodalomban. És nagyon jól is élt, minden rendben volt egészen addig, ami Krisztus után 8-ban egyszer csak Augustus császár száműzte Ovidius -t. Rómából, el kellett hagyni a Rómát, és egészen messzire a Fekete-tenger partjára Tomiba száműzték, ami a mai romániai Konstancának az elődött. Tehát ma ezt a helyet Konstancának hívják. És ez az érdekes, hogy tulajdonképpen a mai napig nem lehet pontosan tudni, hogy Miért száműzte őt a császár, miközben a császár <coughs> lánya egyébként nagyon nagy rajongója volt Ovidius költészetének, és Ovidius bejáratos volt az udvarba, tehát abszolút a magas társaságoknak a tagja volt. Az fontos tudni, hogy Ovidius népszerűségét az alapozta meg, azért olvasták és szerették az ő műveit nagyon sokan, mert először erotikus szerelmi tematikájú történeteket írt, nem pornográf történetek ezek, de azért van bennük egy finom erotika, ami, ami nyilván érdekes volt már az akkori olvasók számára is. Itt két művet érdemes megemlíteni. Az egyik a szerelem művészete, ami tulajdonképpen egy tanköltemény arról, hogy hogyan érdemes a férfinak meghódítani a nőt, a nőnek a férfit, és úgy, hogy ugye egyáltalán a szerelem, az erotika a párkapcsolat az hogyan működik. És ez egy nagyon szórakoztató szöveg egyébként. A másik, amit megemlítek, az a Hősnők levelei című szöveg, Ovidius mű, ami pedig olyan mitológiai történetek feldolgozását tartalmazza, amelyeknek a szereplői nők. És amitől igazán érdekes, és tulajdonképpen a maga idejében meglehetősen újszerű, hogy női szemszögből dolgoz fel mitológiai történeteket, például Didóét, és egy csomó-csomó mitológiai sztorit. Egy való szereplő is van benne, ez pedig Szaffó. Tehát ez a, ez a, talán ez a két mű volt ez ami leginkább megalapozta Ovidius népszerűségét. És ugye ezzel most még mindig arról beszélek, hogy miért száműzték szegény Ovidius-t Rómából, miért lehetett ő tüske Augustus szemében. Az egyik magyarázat szerint Augustus egy jóval konzervatívabb erkölcsöt tartott volna kívánatosnak a római birodalomban, tehát ő neki egy picit, hogy mondjam, az ő irányvonalával kicsit szembe ment ez a frivol, erotikus, kicsit szókimondóbb stílus, amit Ovidius képviselt, de valószínűleg ez még kevés lett volna ahhoz, hogy, hogy el kelljen hagyni a Rómát. Itt a történészek azt mondják, hogy vagy valamilyen magánéleti oka volt ennek, Ovidius részéről volt, van az egyik verzió szerint például elcsábította a császár feleségét, vagy olyan magánéleti dolgok tudomá jutottak a tudomására, amiknek nem kellett volna, de valószínűbb, hogy valamiféle politikai oka volt ennek, rosszkor, rossz helyen rosszat mondott, rossz emberekkel beszélt, és ezért el kellett hagynia a római birodalmat. Egyébként a száműzetésnek egy viszonylag enyhébb formáját kapta ő, mert a vagyonát például megtarthatta, vagy tarthatta a kapcsolatot levélben az otthon maradottakkal, a felesége az, az ott maradt Rómában, de nem térhetett vissza, bármennyire is reménykedett, nem térhetett vissza, és augusztus utódja Tiberius sem engedte, hogy visszatérjen, tehát számüzetésben halt meg Ovidius, ö, Krisztus után 17 telén, vagy 18 nyarán, ezt nem tudni pontosan. Egyéb művei még, amit, amik említést érdemelnek, a római naptár, ami a római birodalom ünnepeit szedi sorba, az azokhoz kapcsolódó népszokásokat és ezeknek az eredetét. Tehát ez is egy tulajdonképpen egy nagyon szórakoztató szöveg, illetve a személyzetésben írott műveiből is érdemes kettőt megemlíteni, a Keservek, illetve a Levelek Pontuszból címűt. De messze a, a legfontosabb Ovidius mű, amiről a továbbiakban beszélni fogunk, az az Átváltozások című. Latinul metamorfózis, ezt szokták így az eredeti latin címén is emlegetni, és egyébként létezik is egy olyan szó magyarul is, hogy metamorfózis, ami átalakulást jelent. Tehát messze ez a legnagyobb hatású műve Ovidiusnak, nagyon-nagyon sok feldolgozást ért meg később is, tehát erről érdemes egy picit részletesebben is beszélni. Ez, ha a műfaját nézzük, akkor tulajdonképpen eposznak tekinthető, hiszen meglehetősen hosszú, mint egy 12 ezer sor, és hexameterben íródott. A témája pedig mitológikus, tehát mitológiai történeteket dolgoz fel, tehát tulajdonképpen illik rá az eposznak a definíciója. De mégsem klasszikus eposz, hiszen nincs egy egységes története, nincs egy olyan egységes világképe, mint az Odüsszeljának vagy az Iliásznak, tehát nem igazi ebből, hogy menjem. szóval, hogy szóval, kicsit kilóg az eposzok közül. Maga Ovidius egyébként úgy határozta meg a műfaját, hogy Carmen Perpetuum, ami azt jelenti, hogy folyamatos dal. Tehát ő maga sem hívta ezt igazán eposznak, nyilván nem is próbált fölérni Vergiliusnak az éneiszéhez vele, de ha valami műfajt kell mondani, akkor mondjuk azt, hogy eposz. De ez tulajdonképpen egy történetfüzér, úgy tetszik egy ilyen Más egy gyűjtemény, egy, egy ilyen történet, gyűjtemény, olyan történeteket szedett össze ebben Ovidius, amelyekben átváltozás van, ami alatt azt kell érteni, hogy emberből állat lesz, vagy valamilyen más csodálatos, élettelen dologból élő dolog, vagy valami olyan csodás átváltozás történik, ami ami a hétköznapokban nem, lehet, nem lehetséges. Tehát, hogy valamilyen csodás átváltozás van ezekben a történetekben, ez fogja őket össze. Egyébként az átváltozás az nagyon népszerű volt már a, a, görög irodalomban is, főleg aztán a késő görög, vagyis a hellenisztikus irodalom kedvelte ezeket a sztorikat, mégpedig azért, mert, a, mert azt már látták, több ezer évvel ezelőtt is az akkor élők, hogy a, hogy a világnak tulajdonképpen a motorja az átváltozás, az állandó, az állandó mozgás, az állandó átalakulás, tehát tulajdonképpen minden abból ered, hogy valamiből valamilyen más dolog lesz. Tehát, hogy az átváltozás, a metamorfózis, az egy olyan erő az egész világegyetemben és az emberek világában is, ami, ami a hétköznapjainkat és a világunkat mozgatja. És tulajdonképpen ez indokolta Ovidius téma választását is. Tehát történeteket gyűjtött össze a mitológiából egészen a kozmosz születésétől, Augustus istenné válásáig, vagy Julius Cézár üstökösé válásáig több mint 200 történetet szedett össze. És ezek mind-mind önállóan is megállnak, ezek a, a sztorik. Amit mégis egy ilyen egységes műként lehet beszélni a, az átváltozásokról, ami összefogja őket, az az, hogy a szerelem és a művészetnek a motivuma az újra és újra előkerül ezekben a történetekben. Csak említés szintjén, néhány történt az átváltozásokból, főleg olyanok, amiknek aztán később további feldolgozásai is lettek például a képzőművészetben, a festészetben. Ha megnézitek a tankönyvet egyébként, akkor ezekről találhattok különböző festményeket. Ugye Filemon és Baucis, Diana és Acteon, Apollo és Daphne, illetve a leghíresebb sztori, amiről a továbbiabban beszélni fogok még egy kicsit röviden, az a Pygmalion történet. <kül> Na nézzük is, hogy ki volt ez a Pygmalion, és hogyan került ő bele az átváltozásokba. Pygmalion ő Ciprus királya volt, aki eléggé az emberektől elkülönülve tulajdonképpen király létére meg lehetősen magányosan élt a világtól elvonulva, és szobrászkodott, tehát szobrokat készített, és egyszer készített elefántcsontoronyból egy női szobrot, egy olyan csodálatos nőt formázott meg, hogy beleszeretett ebbe a tökéletes nőbe, ebbe az elefántcsont szoborba, és annyira heves volt ez a szerelem, tényleg olyan erősen vágyódott ezután a nő után. Itt egyébként az átváltozásban is van egy, van egy ilyen nagyon finom erotika. Emlékszem, hogy mi latinórán olvastuk a, olvastuk a Pygmalion történetet eredetiben, és ott, ott nagyon-nagyon finoman, de tényleg, tényleg, ilyen finom erotika van benne. Tehát ez nem egy, ilyen, nem egy ilyen éteri szerelem, hanem így tényleg nagyon megkívánta azt az elefántcsont nőt szegény Pigmalion, és addig-addig fohászkodott Venushoz, hogy, hogy az istennő megkönnyörült rajta, és, és életre keltette ezt az elefántcsont szobrot. Tehát, tehát beteljesült Pygmalionnak a, a vágya, és húsvér nő lett ebből a szoborból, és a szerelme életre kelt. Tehát ebben az értelemben ez egy happy end, ha úgy nézzük, de hogyha picit áttételesen nézzük ezt a történetet, és Pigmaliont, mint művészt szemléljük, akkor egyfelől az látszik, hogy ő már egy új típusú művészt testesít meg. De az ókori művészetben, Arisztotelész óta, a művészetnek a fő feladata az a mimesis, vagyis a a való világnak a leképezése, a világnak, ha úgy tetszik, a, az utánzása. Tehát, hogy, hogy, hogy megmutassa, hogy milyen a világ. De Pygmaliont már nem érdekli az, hogy a valódi világot leutánozza, ő már a fejében létező tökéletes nőnek a képét alkotja meg. Tehát, ha úgy tetszik, Pigmalion már az a fajta művész, aki valóságot teremt. Nem leutánozza a valóságot, hanem megalkotja azt, ami a fejében él, és ebből a szempontból egy teljesen új típusú művészet jelenik meg Pigmalion alakjával a világirodalomban. És másfél meg értelmezhető úgy is ez a Pigmalion sztori, ahogy, hogy, ahogyan a művész tulajdonképpen bezárul a saját világába, és valamiféle önimádatba csapált a művészet. Azért, ha végignézünk a művészet történetén, azért nem egyszer látunk olyan művész figurákat, akik, akik teljesen bezárkóznak a saját világukba, nem tudnak elszakadni a saját műalkotásaiktól, és tulajdonképpen nincsen kapcsolatuk a valódi világgal, és ha ebből a szempontból nézzük, akkor ez azért annyira nem vidám történet. De az a lényeg, hogy ez egy, ez egy nagyon sokrétű sztori, amit nagyon sok, sokan feldolgoztak, és az egyik leghíresebb, az egy 20. századi drámaírónak, G.B. shaw a Pygmalion című drámája. Ez egy nyelvész professzorról szól, egy ilyen különös, picit ilyen ember gyűlölő, morcos nyelvész professzorról, aki fogadást köt, hogy egy egyszerű utcai virágárus lányból, aki ilyen borzasztó kiejtéssel beszél angolul, úri farag most, most nem megyek bele részletesen a sztoriba, az a lényeg, hogy tulajdonképpen egy ilyen emberkísérletbe kezd, és uh, sikeres is lesz ez a projekt. Tehát tényleg annyira, annyira kikupálódik a kezei között ez a Dulita kisasszony, hogy, hogy uh, a legmagasabb búri körökbe is bevezeti, és mindeközben beleszeret. Um, tehát, hogy, hogy na mindegy, ez egy nagyon érdekes történet. Nem véletlen, hogy lett belőle egy nagyon népszerű musical, a My Fair Lady című. Musical, amiben egy nagyon híres film is készült. A musicalnek egyébként happy endesebb a vége, mint a drámának. És aztán a My Fair Lady nyomán születtek még modernebb feldolgozások, mint például a Csillag születik című sztori, aminek volt egy 70-es évekbeli filmváltozat, ami nagyon híres volt, és aminek a remake-jét készítette el, ugye pár évvel ezelőtt Bradley Cooper és Lady Gaga, és azt hiszem, hogy elég sok oszkát is kaptak érte, és egyébként érdemes is megnézni ezt a filmet, nagyon jó történet, és tulajdonképpen ez is, ez is Ovidiusnak a Pygmalionján alapul, csak itt ugye már nem egy elefántsontból készült szoborról van szó, hanem egy élő emberből alkot meg idéző jelben a tapasztaltabb művész egy, egy énekesnőt, és a csillagszületik születik már az dolgozza föl, amikor a, amikor a, a tanítvány, vagy hogy tetszik a a műalkotás, amit létrehoz a művész, az, az túlnövi őt, híresebb lesz, mint ő. És ugye a csillag születik, ben pont az dolgozódik fel, hogy hogyan nem tudja ezt, tehát hogyan nem tudja feldolgozni ez a főszereplő úriember, meg nem mondom a nevét, hogy a filmben hogy hívják, de hogy, de hogy, ez, egy, ez, egy, ez egy tragikusabb feldolgozása a Pigmalion sztorinak. De ezt csak azért mutattam meg, hogy, hogy amikor az ókori irodalomról beszélünk, akkor, akkor ennyire, ennyire elér a mai időkig, és ennyire ott van a popkultúrában az ókori irodalomnak a nyoma, például egy ilyen hollywoodi sztoriban is, mint a csillag születik. És még egy fogalomról szeretnék itt említést tenni, az a, az a pszichológiából ismert Pygmalion effektus, ez a tankönyvetekben is szerepet, tehát ott is meg tudjátok nézni, hogy azt nevezzük Pygmalion effektusnak, vagy Pygmalion hatásnak, hogy nagyon érdekes módon, hogyha, hogyha valakinek hisznek a képességeiben, és támogatják, és úgy bánnak vele, mint, akinek, mint aki nagyon tehetséges, nagyon jó képességei vannak, és nagyon ügyes, akkor, akkor ez nagyon sokszor egyfajta önbeteljesítő jóslattá válik, és tényleg, kihoz, tényleg nagyon jó, jól teljesít ez az adott személy, és olyan dolgokat is elérhet, amit, amit más, amire más környezetben nem lenne képes. Ugye ez azért fontos, mert a pedagógiában, a gyereknevelésben, meg egy csomó más területen, ott, ahol embereket kell segíteni, ott, ott jó, ha tudjuk, hogy működik ez a hatásmechanizmus. Hogyha valakivel úgy beszélünk, mint a ügyes lenne, akkor valóban ügyesebb is lesz, és sokkal nagyobb teljesítményre lesz képes. Tehát ez is csak egy ilyen érdekesség, hogy hogyan ér el az ókori kultúra még a 21. század modern pszichológiájáig is. Na hát ennyi lett volna Ovidiusnak a művészete. Röviden, hogyha hasznosnak találjátok a csatornát, és szeretnétek, hogy még több vagy még jobb ilyen videó készüljön, akkor iratkozzatok fel, illetve közvetlenebből is támogathatjátok a csatornát anyagilag, akár a Patreonon keresztül, akár pedig a Youtube-on keresztül egy szuper köszönettel. Köszönöm a figyelmet, és hamarosan érkezem újra. Sziasztok!